köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Gondolták volna, hogy ha bemennek egy patikába, már 10 másodpercen belül a kezükbe kerülhet a gyógyszer? Ez ma már lehetséges, be is mutatjuk, hogy hogyan. A betegek egyszerűbb, gyorsabb kiszolgálását és a nagyobb mennyiségű gyógyszertárolást teszi lehetővé az a gyógyszeradagoló robot, amely mostantól a Szent István patika szakembereinek munkáját segíti. Magyarországon ez a második ilyen gép. A raktárban dolgozik a robot szinte megállás nélkül. Ha nem a betegek kiszolgálásában vesz részt, akkor vagy leltározik, vagy a gyógyszereket rendezgeti. A gyógyszerek ugyanis nem típusonként sorakoznak a polcokon, a gép figyelembe veszi a lejárati időt, az adott készítmény méretét, és azt is, hogy általában mennyi fogy belőle. Elsődleges feladata a receptek beolvasása utáni összeválogatás. Ezután a csomag egy csúszdán érkezik az eladó térbe, 10 másodpercen belül. Még véletlenül se keveri össze a 10 mg-ost, meg az 5 mg-ot, meg a 10-szeres, meg a 20-szeres alkoholt. A több mint 30 millió forintos berendezésnek köszönhetően egyszerűbbé vált a patika mindennapi működése. Egy nagy beruházásba fogtunk a múlt évben, egy Rova V-Max típusú automata robotot vásároltunk, amit decemberben építettek be. December 18-a óta működik. Ez azt jelenti, hogy a recept beütése után a mögöttünk lévő csúszdában 10 másodperc múlva megjelenik a gyógyszer. Egy teljesen automata, a feltöltés is automatikusan történik, a kiadás is automatikusan történik. Gyorsabb az expediálás, nem kell szaladgálni a fiókokba, kereskedni a gyógyszert, nem kell a fiókokat föltölteni, tehát emberit is tudunk vele spórolni, időt spórolni, mert mondom, 10 másodperc múlva már a gyógyszer megjelenik a csúszdába. Azután gazdaságilag is sokkal észszerűbb. A leltározása az egy pillanatra, csak egy gomnyomás, és megmondja, hogy az a 10 000 benne lévő 10 000 gyógyszer miből áll, és az milyen értéket képvisel. Tehát a teljes gyógyszerállományunk benne van a robotban. A gyógytermékek azok sajnos már nem férnek bele. Ez egy 5 méter 20-szor, 1 méter 60-szor mennyezetig érő óriási nagy szekrény. Mennyi gyógyszer fér bele? 10 000. 10 000. Vannak az országban, láttunk ilyet, amelyikben 20 000 is belefér, de ott voltak akkor a hely a raktárban. Tehát el tudták helyezni akár 6-8 méter hosszan. Tehát ez csak az annak függvénye, hogy mekkora hely van. Láttunk már, mondom, ilyet, amelyikben 20 000 gyógyszer félben és 10 méter hosszú. Akkora volt a hely. Láthattuk ugye mi is az előbb a gépet, és hogyha belenéz az ember azon a plexin, akkor látja, hogy tulajdonképpen tökéletes összevisszaságban vannak benne a gyógyszerek. Mi alapján rendszerez a gép, hogyan dolgozik? Igen, vonalkód alapján, tehát az a vonalkód alapján azonosítja a gyógyszert, illetve még a lejárat alapján is szortírozza, tehát a leghamarabb lejáró gyógyszer, ha több lejáró gyógyszer is van benne ugyanabból a leghamarabb lejárót adja ki, és egy ilyen oszlopdiagramos statisztikák is rajta vannak, hogy hány gyógyszer van benne, milyen gyógyszer van benne, mikor jár le, melyik kiadónál hány gyógyszer jött ki. Tehát nagyon sok statisztikát tud a gép csinálni. Tehát embert lehet megspórolni, időt lehet megspórolni, meg pénzt lehet megspórolni vele. De azért kell hozzá a munkaerő, hiszen ugye kézzel kell feltölteni. Kézzel kell feltölteni, de ez úgy megy, hogy egy olyan 56-50 doboz betesz, utána, amíg a gép el nem rakja, addig felszabadul a dolgozó. Tehát időnként is kisebb mennyiségű készletekkel tudunk dolgozni. Tehát nincs elfekvő készlet benne. Egyszerre a gép hány beteget tud kiszolgálni? 3 kiadó van, egyszerre, tehát 3-at, és annak a sorrendjébe szedi össze, hogy ki mikor ütötte be.
Tehát amikor beütnek egy gyógyszert, akkor összeszedik. Közben a másik kiadónál is begépelik a gyógyszert, akkor a következő azt adja ki. Tehát a beütés sorrendjébe szedi össze. Attól függ, hogy a három kiadóból ki mikor ütötte be a receptet. A beruházás kiegészíti a város rendelőfejlesztési programját. Östör Anna Mária tanácsnok szerint fontos, hogy a felújított rendelőket modern gyógyszertárak egészítsék ki. Székesfehérváron elindult egy nagyszabású rendelőfelújítási sorozat, és ennek, ha emlékszünk, még az első része volt a Víziváros. Ez volt a legelső rendelő, amit felújítottunk egy pár éve, és az egyáltalán nem mindegy, hogy a rendelők mellett lévő patikáknak milyen a technikai és a humán felszereltsége. Ez egy nagyon jelentős fejlesztés a patika életében, ami a lakóknak is sokkal gyorsabb és flottabb kiszolgálást fog biztosítani, és az itt dolgozóknak is jobb munka lehetőséget teremt. A Vízivárosban élőket, illetve a Sarló utcai rendelőintézetbe érkező betegeket kiszolgáló gyógyszertárban naponta mintegy 300-an fordulnak meg. A gyógyszertár fennállásának 25. évfordulóján újulhatott meg, de egyéb évfordulók is okot adtak az ünnepre. 25 évvel ezelőtt alapítottuk ezt a gyógyszertárat. Az a régi gyógyszertár, ahol én voltam 22 évig gyógyszertár vezető, azt nem lehetett már privatizálni, mert a város legkisebb, legócskább patikája volt, magánházban albérlőként voltunk ott. Emiatt utána kellett nézni, hogy hova lehetne gyógyszertárat építeni. Itt a Vízivárosi lakótelep közepén van az orvosi rendelő, nagy közelben nem építettek gyógyszertárat, ezért az önkormányzathoz fordultam, hogy erre a területre, a mellette lévő üres, ilyen füves területre én építenék egy gyógyszertárat, ha én azt megkaphattam. Hát azt mondta, igen, meg lehet, de pályázni kell. Hát akkor megpályáztuk, és először bérleti díjat fizetünk, egy pár év múlva, nem tudom hány, 5-6 év múlva pedig már meg is tudtuk venni az alatta levő területet, tehát a saját a területünk is. A 92-ben kezdtük ezt tervezni, végül kaptuk OTP-n keresztül starthitelt, ennek alapján 92 augusztus végén, szeptember elején elkezdték építeni a gyógyszertárat, december közepére átadták, januárra pedig a régi gyógyszertárnak a bútorával be is berendezve megnyitattuk a gyógyszertárat. Tehát pont 25 éve, 16-án volt 25 éve, és utána ez a gyógyszertár kicsinek bizonyult, és további 50 négyzetmétert még vásároltunk az önkormányzattól, hozzáépítettük, és a bútorzatot akkor kicseréltük, és azóta ez a modern, huvirrendszerű, fiokrendszerű bútorzattal van berendezve a gyógyszertár, tehát ez így működik. 15 évvel ezelőtt megkeresés volt, hogy a száraz réten csinálnak egy gyógyszertárat, és akkor orvosi rendelő is fölött a szociális otthon épületében, amikorában a köszörűgépgyár munkásszállója volt, oda építettünk egy gyógyszertárat, ez a feleségemnek a nevén van, ez 15 éve létesült, és 10 éve pedig a korábbi kézipatikát Pátkán fiókpatikával alakítottuk, és így van ez a hármas ünnep. Az egyik decemberben volt 10 éves, a másik februárban 15 éves, és ezt most januárban pedig két hónapon belül a 25 éves jubileum is a gyógyszertárnak. A szárazréti gyógyszertár nagy segítséget jelent a városrésznek. Szerencsés véletlen találkoztam most a tulajdonosokkal, akik a szárazréti virágpatika tulajdonosai. 15 évvel ezelőtt megnyitották a szárazréti patikát. Ez egy nagyon nagy dolog abba a város részbe, hisz a körülbelül egy 25-30 perc alatt lehetett elérni először a gyógyszertárat a város más részén, és én úgy gondolom, hogy ez megnyugtató azoknak is, akik az orvostól kijönnek, és rögtön ki tudják a recepteket váltani.
Erről az egész patika dologról még talán annyit, hogy egy generáció látszik az egész mögött szakmailag. A két tulajdonos, ugye a Lippai József és a felesége, Marika néni, illetve a két lánya, Zsuzsa és a Judit már dolgoznak, és a legkisebb lány, a Csenge, az egyik unoka, meg februárban fog beállni, és az ő testvére is, ő pedig most járja az egyetemet gyógyszer. Tehát én azt hiszem, ez egy példaértékű, hogy egy ilyen vállalkozás, mondhatjuk azt, generációk keresztül biztosítja a működését az adott létesítménynek. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!